Tisztelt ünnepelő közösség! A kérdés ma 2024-ben, hogy mire helyezzük a hangsúlyt. Nem csak a nótában, nem csak az ünnephevében, hanem a nemzetről, a közösségről, a magyarságról gondolkodva. A szívünkre hallgatunk, vagy az eszünkre? Mert ha az eszünkre hallgatunk, akkor a hangsúlyt arra helyezzük, hogy éljen a magyar. Ennél fontosabb nem lehet semmi. Mert minden hősített, a hétköznapi, kitartó, a közösséget, a nemzetet és az elért eredményeket megtartó munkában nyer értelme. Az ifjúság e napon megmutatta erejét, történelmi léptékkel nézve is elvitathatatlan érdemeik és eredményeik lettek. Természetesen ahhoz, hogy a forradalmi eszmék ilyen nagy horderejűek és ilyen eredményesek legyenek, kellett még az összefogás és az egység. Ma sajnálatosan tapasztalható a széthúzás, az ellenségeskedés magyar és magyar között. Tudom, vannak, akik ma is azt gondolják, hogy a nemzeti büszkeség káros dolog, nem vezet jóra. Pedig a mi büszkeségünk nem kevésség. Nem hisszük, hogy különbek lennénk mindenkinél, hanem hisszük, hogy nem vagyunk kevesebbek senkinél. Ne egymásnak legyünk ellenségei az országunkban és településeinken, hiszen egyikben sem vagyunk mi olyan sokan. Csak úgy lehet eredményeket elérni és tetteket véghez vinni, ha a jobbító szándék mögé állva összefogunk, és annak véghezvitelére egységesek vagyunk. Tanulnunk kell őseinktől mind elszántságot, mind elhivatottságot. Tanulnunk kell a múlt kutatóiból, hiszen Magyarországnak és az itt élőknek a sok nehézség ellenére is van jövője. Érdemes itt élni, érdemes itt dolgozni, érdemes ide családot alapítani. Jó a történelmi hőseinkre visszaemlékezni, és jó magyarnak lenni. Áldott-e föld, és áldott-e szó, édes hazám. Itt van a bölcsőm, s itt ringatott az én édesanyám. Oh,